A Helikon Kastély Múzeum kortárs művészeti műhelyének alkotói a megalakulás óta minden évben megmutatják a nagy közönségnek munkáikat. A kiállítás anyagát a 13 szakköri tag utóbbi másfél évben készült alkotásaiból már kiválogatták, a termeket berendezték. Mivel azonban a festetis kastély határozatlan ideig zárva tart, így most egyelőre csak a képernyőn keresztül tudnak bemutatkozni a fiatalok alkotásaikkal. Színes alkotások a Helikon Kastély Múzeum kortárs művészeti műhelyével szomszédos kiállítóterekben, szemet vonzó festmények, rajzok, digitális technikával készült munkák, gyermekek, fiatalok munkái, akik tagjai a kortárs műhelynek. Többségük művészeti pályán képzeli el a jövőjét, és mindent megtesz azért, hogy rajzkészségében, kifejezőkészségében fejlődjön. Arról nem is beszélve, hogy szabad teret adhatnak egy-egy munkában az elképzeléseiknek. Egy szakköri közösség pedig még többet ad, mint a magányos alkotás. Nagyon jó volt itt, mert tudtam sok mindent szabadon rajzolni, nem úgy, mint általános iskolába. És ezért itt sokkal izgalmasabb volt, meg tudtam beszélgetni a többiekkel. Nagyon régóta művészsuliba akartam menni, és hát az animációval szeretek foglalkozni leginkább, és ott is helyezkedtem el. Szeretem a csendéleteket, és azt színnel meg festékkel is megvalósítani. Azt mondják a szakemberek, hogy a gyermekek és a fiatalok rajzai többet elárulnak a lelki állapotról, vágyakról és érzelmekről, mint hinnénk. Mert ők egészen máshogy gondolkodnak, mint a felnőttek. Több külső inger éri őket a makor technikai világában, és ez befolyásolja is az érdeklődésüket. A kiállításon is jól látható, hogy a Photoshop kínálta lehetőség is egészen új teret ad a gyermeki alkotásban. A mű projektív jellege teljesen áthidalja a korosztályokat, az új alkotási módszerek pedig a fantáziának sem szabnak határt. Kiskoromban felfigyelték, hogy jól rajzolok, negyedikes koromban, és a testvérem elkezdett ide járni a szakkörre, és anyukám mondta, hogy írassanak be engem is, mert hogyha testvérem is jár, akkor én is maradjak itt, és rajzoljak, mert ügyes vagyok. És ezóta is itt járok. Először is úgy kezdtem el fényképezni, hogy Zsolt megmutatta, hogy milyen menő, és megmutatta, hogy hogy kell csinálni, és azóta is azt csinálom. És azóta már nem nagyon szoktam rajzolni, és csomó munkámat úgy csinálom, hogy egy nagy fehér lapra kivetíti Zsolt, és én meg megtöröm ilyen üvegtörővel, és elejére rakok egy színezőt, és megtöri a színeket a üveg, és kivetíti a lapokra, és azt utána levágom, ami fölösleges, és így csomó képem így. De általában úgy szoktam, hogy két képet egymás mögé teszek, és egymásra világítom. A művészeti műhely már 6 éve működik a történelmi falak között. Hetente találkoznak tagjai, és egy adott témában különböző technikai kivitelezésben dolgoznak. Az idei válogatott kiállításuk nagyobb időszakot ölel fel, közel 2 évet. Van 2 nagyobb számban lévő téma, ez a tér és a színek kapcsolata, amit ebben a teremben láthatunk. A másik téma pedig a dizájntervezés volt, ami egy különlegessége ennek az idei kiállításnak, és volt egy harmadik téma, az pedig a tavalyi Vincent van Gogh helioglövőr kiállításának az anyagát dolgoztuk fel a gyerekekkel színes formában. Az alkotóműhelyben született munkák mind arról tanúskodnak, hogy a gyerekek jól bánnak a tehetségükkel. Abból a megfontolásból hoztam létre, hogy a tehetség a gyerekeket bevonza, és hogy segítse a céljukat elérni, vagy hogy a tehetségükkel valami értelmes dolgot tudjanak kezdeni, és ne süllyedjen el valahol a mocsárba ez a dolog. Én sajnos annak én úgy jártam, amikor általános iskolás voltam, el is egyik oka volt, hogy ez létrejött ez a műhely, hogy nekem 4 vagy 5 év kiesett olyan középiskolai tanulmányokra az életemből, aminek semmi köze nem volt a kreativitáshoz. Egy műszaki iskola volt, most nem akarok belemenni, hogy hol volt ez. Na, és azért hoztam létre a műhelyet, hogy azok a gyerekek, akiknek kiderül, hogy van egy ilyen adottságuk, vagy tehetségük,
azokat lehessen ilyen keretek között gondozni és fejleszteni, mint ahogy ez itt működik a kastélyban. Igazából ez volt a kiinduló pont, és még egy kritérium volt, amit magam elé tettem, hogy ne csak egy sima rajzszakkör legyen, mert hogy abból lehet akármennyi, meg van is, hanem ez egy ilyen médiaművészeti, multimédiával foglalkozó dizájn, tehát egy átfogó művészeti oktatás legyen itt, és nem tudtam, hogy milyen jól fog ez működni, de aztán rácáfoltak az elmúlt évek, hogy hát igenis ez nagyon is működik és eredményes. Van egy tematika, de az nem ilyen kübevésett tematika, hanem azt mindig alakítom ahhoz képest, hogy éppen abban az évben, vagy abban a fél évben milyen kvalitású gyerekek vannak, és milyen szinten vannak. Ugye itt több életkorból is vannak gyerekek, de vannak egészen, most van egy 7 éves kislány például, ugye ott még nem beszélhetünk semmilyen komoly oktatás, ott ösztönösen tudja ugye még a színeket használni, és a formákat. Ott nem kell semmit beleszólni még ezekbe a dolgokba, őt kell hagyni szabadon dolgozni. Vannak ugye a középiskolás korosztályok, akik már vannak, 18 éves diák is van, 16 éves diák vannak ugye a gimnáziumból. Ővelük már lehet komolyabb témákat boncogatni, és sokkétű technikával is dolgozni. Szóval igen, folyik itt egy szabad munka, de azért olyan keretek között, hogy vannak bizonyos szabályok, amit be kell tartani ugye a művészetben és a bizonyos technológiákban, de ezt teljes mértékben a gyerekek betartják, és így azért vagyok itt, hogy ezt én oktassam és felügyeljem. Heti egy alkalom ugye az, hát ez 2 óra mindig, elég egyébként, de aki úgy gondolja itt az évek során, vagy egy év, vagy másfél év elteltével, hogy tovább szeret tanulni mondjuk egyetemen, vagy ilyen jellegű középiskolában, ővelük külön kell foglalkozni, mert a felvételin ott teljesíteni kell, és ott ilyen akadémiai jellegű rajzokkal kell ugye bemutatkozni, meg eleve a felvételi anyag is, ott egy beállítás, amit meg kell tudni rajzolni. Elég nagy mennyiségű alkotásból kellett kiválogatnom ezt a kiállítási anyagot, de szerencsére könnyű dolgom van, mert mindig van egy téma, ami mentén tudok válogatni az alkotásokból. Hát tavaly, a legtöbb munka az tavalyról való igazából, és úgy válogattam ki, hogy most 3 részre van osztva a kiállítás. Egy falat kaptak azok a gyerekek, akiket tavaly felvettek művészeti intézményekbe. 8-an voltak egyébként, de döbbenetes, hogy 8 gyereket felvettek. Mindenki, aki jelentkezett, bekerült egy művészeti intézménybe, egy diákom egyetemre, a többi 7 pedig középiskolába. Szóval ez is mutatja egyébként, amit az előző kérdés volt, hogy hát eredményes a művészeti műhely 100%-osan. Na, szóval egy fal, ami róluk szól. A többi fal pedig ebben az évben a színekkel és a színek térrel való kapcsolatával foglalkozik, az pedig a mögöttem lévő falon láthatóak ezek a munkáknak egy része. A képek mellett animációs kisfilmek, klip alapok is megmutatják, milyen széles a művészet palettája, széles és mindig fejleszthető. A kortárs műhely tagjainak munkáiból összeállított kiállítás jelenleg nem látogatható, azonban amint kinyitja ismét kapuit a látogatók előtt a Helikon Kastélymúzeum, a ma még ismeretlen kis művészek festményei, animáció is a nagy közönség elé tárulnak.